a Styland Budapest blog készítőivel, Szemes Nóra stylisttal és Kirchner Anna fotóssal találkoztunk. Meglátogattuk őket a fotóstúdiójukban, és megnéztük, hogy hogyan dolgoznak. Aztán elkísértük őket egy fotózásra, amit az utcán készítettek, hogy megnézzük, milyen nehézségekkel jár egy street fashion blog elkészítése. Mind a ketten itt dolgozunk, mi vagyunk a stáb, én vagyok a fotós, Nóra a stylist. És van még egy sminkesünk, Évi, akivel folyamatosan együtt dolgozunk. A blogot kint fotózzuk az utcán, nem modellekkel, hanem hétköznapi emberekkel. Itt pedig ugyanúgy fotózunk hétköznapi embereket is, és modelleket is, attól függ, hogy portréfotózásról vagy divatfotózásról van szó. És mit gondoltak a blog elkészítésével kapcsolatban az emberekben, élnek tévhitek? Abszolút, tehát mert eleve az problémát okoz, hogyha oda megyünk valakihez, hogy ez egy street style blog, tehát ezt a szót nem ismerik, tehát valaki már a blogot sem ismeri, de a street style az még a fiataloknak is problémát okoz. A fiatalok azok nyitottabbak erre, mondjuk úgy 25-ig még szinte bárkit le tudunk fotózni, mondjuk a 80%-át annak, akit leszólítunk, és akkor 25 fölött így egyre kevesebb ember áll meg, és 30-as nőket pedig már nagyon-nagyon keveset találunk, aki eleve úgy van öltözve, hogy ezt le szeretnénk fotózni, és abból szinte egyik sem áll meg, mert nem akarnak szerepelni. Tehát félnek attól, hogy milyen felhasználásra kerülnek, hiszen nem ismerik, hogy miről van szó, és nem is szeretnének szerepelni. Félnek a negatív kommentektől. Volt, hogy egy óra alatt 2 embert találtunk, de volt, hogy 10. Nem célom, hogy így a külföldiek lássák, hogy öltöznek a magyarok, hiszen akkor ugye mi egy nagyon-nagyon kis százalékot emelünk ki abból a magyar fiatalok öltözködéséből, úgyhogy inkább bemutatni, hogy is lehetne még kicsit bátrabban, kicsit extrémebben és egyedibben, tehát nem a nagy átlagba beleolvadva. Most annyi lesz, hogy gyorsan lesétálunk a Király utcán végig, reméljük, hogy találunk valakit, és meg is áll nekünk, és utána átsétálunk a Deák térre, onnan pedig a Vörösmarty térre, remélem lesz rá időnk fél óra alatt, őt például már le is fotóznám. Igen, gyertek, a narancsága lányt hátulról betámadjuk, reméljük nem jön a busz addig. Szeretnénk lefotózni téged, ha megengeded. Hát csak engem? Igen, csak téged. Miért? Ez 2 percet vesz igénybe összesen. Jó van. Csak arra lenne szükségem, hogy honnan vannak a cuccaid, a ruha és az öv. Mangó. Egy kicsit bizonytalannak tűntél, amikor megkértek a lányok, hogy lefotózhassanak. Ez mi miatt volt? Hát, hogy mert jön a busz azért. Kb. 2 percig zavarhatunk valakit, hiszen egy tök idegen ember, ha megáll és megengedi, hogy lefotózzuk, azt azért nem szeretné, hogy még 5-10 percig kérdezgessük mindenről. Akit én érdekesnek találok, az a kínai néni, aki ott áll az óránál. Lefotózni nem fotóznám, mert annyira nem különös, de tök jó a kosztümje. Carrera. Igen, Ing? Ingaz. Hát Párizs kisbolt. Jó. Marcel, azt hiszem. Ja, akar, igen. Liza. Boss. Mindig felszoktam írni keresztnevet, életkort, e-mail címet, amire elküldjük a linket, hogyha bármi van, egyeztessünk, hogy rosszul írtam a ruháit, és felírom felülről lefelé haladva, hogy mik vannak rajta, amik ugye később felkerülnek a blogra. Pár másodperced van arra, hogy beállítsd a tökéletes képet, illetve folyamatosan komponálni kell, hogy ugye belemennek a képbe az emberek, illetve változik a fényviszony, főleg a felhős időjárásban, úgyhogy ez egy komoly, már safari jellegű. Az egyik certin, a másik higher. Mit gondolsz, hogyha kevés pénzből kéne felöltözned, akkor is ugyanilyen stílusosan tudnál felöltözni? Ebben nem vagyok biztos, sajnos.
de van rá esély, tehát azért manapság már egész jó cuccokat lehet venni, olcsón. Tell me the truth, is it love or just pass? My heart.